Hát akkor vágjunk is bele, hogy mi történt hétvégén, hogy ugye te kaptál egy olyan álmot, egy olyan figyelmeztetőt, hogy valamiféle vihar közeledik. És hát az történt, hogy nem történt semmi. Tehát az a vihar, amire számítottunk, vagy számíthattunk volna, az nem történt meg. És érdekes módon ugye ezzel párhuzamosan, mint megtudhattad te, a szakemberek is a televízión keresztül látták a figyelmeztetést. Tehát csak valamiféle vihar volt születőben, ami végül nem következett be. Erről, hogyha néhány szóba mondanál valamit, hogy megértsük, hogy valójában mi is történt az elmúlt hétvégén. Tehát, hogy mi lett a viharral, vagy miféle figyelmeztetést kaptál te, és mi az, amit te látsz, hogy miért nem történt meg az, amit láthattál álomban? Hát beterveztünk egy hétvégi természetben alvást, és péntek éjszaka kaptam egy olyan álmot, hogy már kinn is vagyunk a tanyán. Ez már délután 6 óra után volt, és az álomban azt láttam, hogy 7 órakor nagy vihar fog jönni. És mi jobbnak láttam, tehát hogy azt a figyelmeztetést kaptam, hogy szedjük a dolgainkat és menjünk haza. De én az égre nézve nem láttam egyetlen felhőt se, és csodálkoztam, hogy tud 7 órakor lenni vihar, mikor még felhőt sem lehet látni az égen. Akkor szedtük a dolgainkat, és haza is jöttünk. És ez a hétvégi titon is töltöttük, és hallottunk olyan híreket, hogy az önkormányzatoknak leküldték a figyelmeztetést, hogy elmúlt 20 év legnagyobb vihara közeledik. És mindenki megkapta a feladatot, hogy a tűzoltóság is, hogy kell részt vegyen ebben a mentésekben, tehát nagy víz esetén. De szinte biztosak voltak, hogy egész ország területére ez a vihar le fog csapni. És szombaton nem történt semmi különösebb, azt hiszem, egy csepergő volt se valannyi. És rá voltam kényszerűvel, hogy nézzem a hírportálokat, tehát Isten által fel voltam kérve, akkor én kellett nézzem, hogy hogyan alakulnak a dolgok. És ez áttevődött vasárnapra a nagy vihar, tehát akkor már azt mondták, hogy vasárnap fog lecsapni. És vasárnap több hírportált néztem, tehát ez inkább már a délutáni órában volt, hogy már sokan gúnyolódtak is, hogy ez a milyen vihar, tehát hogy Aszlej név Romániában nem is létezik, és hogy adnak ilyen nevet. És a vihar biztos azért ment el, mert ilyen nevűt nem, embert nem kapott Romániába. És Tulcsa megyébe több faluban mentek hangos bemondón, és figyelmeztették az embereket, hogy hagyják el a házakat, mert hogyha ezt nem teszik meg önszántukból, akkor ki is lakoltassák, tehát mennek és elviszik őket. És láttam, hogy bútorokat raknak a szekerekre, kocsikra, mindenre, és vitték a konténer házakba, tehát a hatalmas területen konténerek voltak. És a tegnapi napon még sokan ott maradtak, sokan hazatértek, de sokan a konténerben maradtak, abba attól való félelembe, hogy a vihar le fog csapni. De ez nem történt meg. És a hatóságok hárítottak ugye a meteorológusokra, és a meteorológusok pedig azt mondták, hogy a mit tudom, milyen a légörvény, vagy pedig a szelek elvitték a vihar. Tehát mindenki értetlenül állt a dolog mögött. Nem értette senki, hogy most már mi történt. Holott az a vihar le kellett volna csapjon. Tehát egész Románia területére szinte. Tehát ez történt.
be volt harangozva a híradóban is, tehát ugye nem néztél te sem híradót korábban, azelőtt te sem nézted a híradót. Úgy igazából én sem néztem, én is csak arról beszéltem, amit kaptam a mindenható Istentől. Megmondom őszintén, hogy én sem tudom, hogy miért adtam azt a címet annak a felvételnek, hogy vihar előtti harangszó. Tehát én nem kaptam semmilyen vihart, sem álomban, sem semmilyen módon, de mégis valahogy az jött, hogy azt a címet adjam annak a felvételnek, hogy vihar előtti harangszó. Te meg kaptál álmot, és kiderült végül, hogy utólag, hogy a meteorológusok, tehát a szakemberek vihart jósoltak, aminek minden esélye megvolt fizikailag, ugye, ha jól értettem, de nem történt meg, mégsem történt meg. És történt egy nagy kényszer kilakoltatás, egy kényszer evakuálás. Jól értem? Igen, így van. Túlcsa megyében, vagy Galac megyében, hol történt ez? Hát amúgy mindegy. Galac megyében. Galac megyében, teljesen mindegy, Galac megyében történt. És a vihar elmaradt. És neked erről mi jött le, Ferenc, ennek az egésznek a szülleménye számodra? Mi az, amit te... Számomra egyértelmű, tehát az embereknek a tekintete embereken van. Tehát a vezetők, hogy amit mondanak, azt mindenkinek azt kell csinálni. De Istentől vajon kérdezte meg valaki, hogy ez a vihar meg fog történni egyáltalán, vagy ne? Kommentekből is azt láthattam, hogy... Itt mindenki okolja a parlamentet, és a mit tudom miket, de senki nem gondolja meg azt, hogy megköszönje Istennek, hogy ez a vihar nem történt meg. Mert még a 100 négyzetmétert is elérte volna az az eső, amit beharangozta. És mi történt volna nálunk felé, hogy ez a nagy eső megtörténik? Ezért nálunk mindent elvitt volna akkor. Itt csónakázni nem tudtak volna az emberek, hogy jöjjenek menteni csónakkal. Feltennék egy kérdést. Szerinted mi lett volna, hogyha a vihar bekövetkezik, és ugye azt megelőzően történtek az evakuálások, és mindenkit megmentettek volna. Akkor mi történt volna utólag? Hogyan prezentálta volna ezt a média az emberek számára, ezt a dolgot? Hát akkor az emberek lettek volna az istenek ebből a szempontból, mert akkor mindenki nekik itt volna. Ezután, pontosan. Amit mondtak volna, az lett volna igaz. Pontosan. És mi történt Magyarországon az árvíz ügyében? Hát pontosan ez történt, hogy az emberek sztárok lettek. A vezetők, akik mentek, ugye politikusok, meg mindenki menteni, homokzsákot tenni a Dunapartjára, meg minden. Hát úgy igazából ezt úgy könyvelték el, hogy megoldottuk, összefogtunk, emberi összefogással, megvan minden oldva. Hát ellenálltunk az árvíznek, megmentettük az embereket, a következő alkalommal is lehet ránk szavazni. Tehát meg lehet bennünk bízni, mert mi majd meg fogjuk menteni a magyar népet. És hogy igazából itt is erre készültek volna a románokét, de valamit az Úristen nem engedte meg, hogy ez megtörténjen. Tehát elképzelhető, hogy a meteorológusok jól látták, amit láttak, csak egy dologgal nem számoltak. És pedig azzal, hogy Istent nem lehet kiszámítani, nem lehet átjátszani. És ami nekem az egészből lejött, és úgy éreztem, hogy erről fontos beszélni, hogy itt egyébként az történt, ami történt Egyiptomban is, amikor Mózes és Áron csodákat tettek, ugye 10 csapás érte Egyiptomot, mielőtt a zsidókot kihozták volna Egyiptomból. És mint tudjuk, az első néhány csapást, az első néhány csodát a fáraó emberei utánozták. Tehát a fáraónak a varázslói utánozták, és azt megjátszották, úgymond mimelték azt. És mi történt mostan a vihar esetében és az árvíz esetében? Hát ugyanez. Tehát most is a fáraó emberei megpróbálták úgymond kikalkulálni, és közhírét tenni azt, hogy vihar közeleg, és most az emberek igencsak rászorulnak a vezetőknek a segítségére.
az infrastruktúrára, az emberi erőre. És érdekes módon nem történt semmi. És hát az történt, hogy nyilvánvalóan, amit te is észrevettél, hogy az emberek elvesztették a bizalmukat a vezetőkbe. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy ez az evakuálás, ami történt ott a lent Galac megyében is, a környéken, hogy az mibe került, teljesen biztos, hogy azt nem ingyen csinálták, nem, hogy mondjam, karitatív módon végezték. Tehát ugye, mint bármilyen más ilyen hatalmas kaliberű, nagy kaliberű evakuálás, vagy minden ehhez hasonló dolog, az pénzbe kerül, tehát oda a zsebbe kell nyúlni, és bele kell nyúlni az állam kasszába, és abból azt meg kell oldani, ezt a dolgot. A kérdés az, hogyha ez így történt, és hogyha legközelebb a fáraó emberei, mondjam azt a szakemberek, a meteorológusok, a vezetők elrendelik az evakuálást, mert tényleg látják, hogy valami közeleg, akkor mekkora az esély, hogy az emberek legközelebb is hinni fognak nekik, és nem fognak ellenállni az ő rendeletüknek. Jóformán? Semmi, ugye? Hát nem, mert voltak olyan kommentek, hogy ha netán tényleg, ha még egyszer megtörténik ez a vihar pár napon belül, vagy pár héten belül, már nem fognak hinni, és inkább ott maradnak a lakásban. Történjen, ami történik. Pontosan, pontosan. És most akkor ezzel mi történik? Vajon nem az történik, amit Jézus mondott, hogy hogy fog eljönni a végzet és a vég, sokakhoz hogy fog eljönni a végzet, mint éjszaka a tolvaj? Az emberek nem lesznek felkészülve arra. Tehát itt a fáraó emberei, jelképesen ugye a szakemberek, a meteorológusok és a vezetők, ők megjátszották azt, amit Magyarországon Orbán Viktorék megjátszottak, hogy hát teljesen nyilvánvaló volt, hogy az a víz, ami lefolyt a hegyekben, Ausztriában és ottan feljebb, az valahol az le kell folyjon. Tehát ez teljesen egyértelmű volt, teljesen... Tehát várható volt, hogy ez meg fog történni, és ezért felkészülhettek valamelyest az árvíz fogadására, és megtörtént az, amit te is mondtál, hogy dicsekedtek ugye a vezetők, a szakemberek és mindenki, ugye az előjárók azzal, hogy összefogással, meg komoly szakértelemmel kivédtük az árvizet. Viszont itt Romániában Isten megmutatta, hogy nem biztos, hogy a következő csapásra fel fognak készülni. Mert ez, ami történt Magyarországon a Dunán, az teljesen nyilvánvaló volt és várható volt. De ami történt, és ami egészen pontos, ami nem történt Romániában, erre senki nem számított. Mert a szakemberek és mindenki ugye azt mondta, hogy vihar közeleg és arra fel kell készülni. Tehát ebből a konklúzió az, magyarul, hogy Istent nem lehet átverni. Istent nem lehet átverni. És az igazi csapás akkor fog történni, amikor arra senki nem lesz felkészülve. És az, hogy az emberek nem lesznek felkészülve a valódi csapásra, annak a valószínűsége óriási. Annál is inkább, hogy most az emberek csalódtak a vezetőkben és a szakemberekben. Tehát teljesen egyértelmű, hogyha egy komolyabb csapás érkezik, egy komolyabb vihar érkezik, mint ahogy Isten nekünk azt megmutatta, hogy fog történni, meg fogja rázni a földet, tehát lesz földrengés, akár vihar által, akár bármilyen más természeti katasztrófa által, akár háború által is, ugye az is földrengés, mert Isten megrendíti az embereknek a világát, ezt a jól felépített infrastruktúrát. Az emberek nem fognak hinni. A szakembereknek nem fognak hinni. Tehát most, ami történt Romániában, ez egy szörnyű dolog. Ez szörnyű dolog, mert ezáltal elő lett készítve a terep arra, hogy az emberek, amikor valódi katasztrófa jön, és valódi csapás fog következni, nem fognak tudni felkészülni. Mert így van megírva, és így is fog beteljesedni. És Magyarországon is elég nagy a baj, mert... A magyarok hozzászoktak ahhoz, hogy a szakemberek olyan jól megmondták, és olyan jól figyelmeztetek minket arra, hogy mi fog történni, hogy nyugodtan bízhatunk benne. És Magyarországra is a csapás, akár
természeti, akár háborús, akármilyen csapás is jöjjön, úgy fog jönni, mint a tolvaj. Úgy fog jönni, mint a tolvaj. És úgy érzem, hogy erre fontos figyelmeztetni embertársainkat, szeretteinket, akár interneten, akár a közösségi médiában, akár hogy mindenféle módon, hogy arra, ami jönni fog, a valódi csapásra csak az lesz felkészülve, aki hallja a mindenható Istent, akinek személyes kapcsolata van a mindenható Istennel. Mert hogyha egy valódi vihar fog lecsapni, akár Romániára, akár Magyarországra, teljesen biztos, hogy azt senki nem fogja tudni kiszámítani. Mert ahogy te is mondhatod egy korábbi videóban, Ferenc, hogy ami mostanig volt, ami volt Magyarországon is, ez csupán figyelmeztetés volt. Ez nem valódi csapás volt. Nem ez volt az ítélet, amiről Isten beszélte nekünk, az ő gyermekeinek, és amiről mi folyamatosan beszéltünk. Nem ez volt az ítélet, hanem ez, ami mostanig történt, ez figyelmeztetés volt a közelgő ítéletre. És az ítélet az nem úgy fog jönni, hogy a meteorológusok, meg a fáraó emberei, a varázslók azt tudni fogják, és fel fogják tudni készíteni az embereket a viharra, a valódi katasztrófára. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindent elmondtunk erről a dologról. Egyébként így, ahogy hallgattam ezt a felvételt, legutóbbi felvételt a csatornádon, ahol az álmok véget érnek YouTube csatornán, beszélgettem egy kedves barátunkkal, Annával, és azt mondta Anna, hogy ezek jobban meg akarják menteni az embereket, mint Isten. És tényleg oda vagyunk kerülve, hogy a mai világban mindenki szuperhőst játszik. Nem csak Romániában, Magyarországon és mindenhol. Itt most már mindenki megmentő. Itt mindenki részt akar venni az emberek megmentésében, és tényleg úgy néz ki, hogy a szakemberek, az előjárók most már lassan jobban meg akarják menteni az embereket, mint Isten. Tehát a kontrollt mi teljes mértékben kivettük a mindenható Isten kezéből. Annyira meg akarunk menekülni, hogy eszünkbe se jut az, hogy a megmentés az nem az emberek kezében van. Ember embert nem tud megmenteni. És Romániában ez teljesen egyértelműen körvonalazódott és bebizonyosodott, hogy ember embert nem tud megmenteni. Aki ezek után is emberekben bízik, aki ezek után sem alázza meg magát a mindenható Isten előtt, hogy tőle kérjen látást, tőle kérjen menedéket, félő, hogy a csapás, ami jönni fog, a valódi csapás, ami ítélet lesz már, nem figyelmeztetés, hanem ítélet, azt nem fogja tudni elkerülni. És nekem eszembe jut az, amikor ott voltam Ladakban. Ladak ez a régió Indiában, ez Tibethez tartozott, és most Indiához tartozik. És ott mondták a fővárosban, Lében, hogy egyszer egy olyan árvíz jött, olyan hirtelen jött az árvíz, olyan esőzés történt, és akkora árvíz történt, hogy az emberek nagyon sokan álmukban haltak meg. Több ezren haltak meg egy éjszaka leforgása alatt. Tehát ügyeltek emberek, tényleg féltőn mondom, amit mondok. Próbálom alázattal mondani, amit mondok. Azt a csapást, ami már ítélet Isten részéről, azt senki nem fogja tudni elkerülni. Csak az, aki a csapás előtt megalázta magát a mindenható Isten előtt. És kért látást a szemeire, hogy meglássa, hogy mi a probléma az ő életében, mi választja őt el a mindenható Istentől, az élettől, hogy milyen bűnök vannak az ő lelkében, az ő szívében, és megbánta azokat. És talán, hogyha Isten kegyelmes, akkor őt majd vezetni fogja, hogy hiszen pontosan kivezeti a bajból, vagy a baj elől, mint ahogy annak idején Lótot és az ő családját kivitte Szodomából és Gomorából. Nem tudom, hogy más még mit lehetne erről mondani. Neked még jött-e valami, Ferenc, erről a témáról? Nekem még
Még el nem felejtem, tehát ez egy felemelő érzés, hogy ugye mondtam szombaton, igen, a felvételbe, hogy nagy vihar közeledik, és nem történt semmi. És mindezt Isten bebizonyította, de igen, lett volna, ha ő ne avatkozzon közbe. És lehet, hogy nem is akármilyen, tehát hatalmas. De ebből nem vett senki észre semmi. Hála Isten. Igen, most az igazság az, hogy most téged is kunyulhatnának azzal, hogy hát Ferenc, hát hol van a vihar, amiről beszéltél? Na éppen ez, igen. Így van-e? Vagy ami történt Jónás prófétával? Hát Jónás próféta nem azt mondta, hogy Ninive égni fog? Tehát az, hogy ha mondunk mi valamit, azért, mert mi hallunk Istentől kijelentést, azt mi elmondjuk, és az nem fog beteljesedni. Vajon azzal mit kezdenek majd az emberek? Azt-e, hogy minket gunyolni fognak, hogy hát de hol van az, amiről beszéltél? Hát nem történik, amiről beszéltél. Vagy pedig azt mondják, hogy hála Istennek, amiről beszéltél, nem történt meg. És így történik még folyamatosan a szétválasztódás. A gunyolódók mennek balra, és akik ezt úgy értik, hogy az Úristen azt megtehette volna, mert ugye most már szakmailag is ki volt nyilvánítva, hogy minden esélye meg volt egy katasztrofális viharnak, de nem történt meg. Tehát amit te láthattál álomban, én nem láttam, ezt te kaptál álomban, amit te láthattál álomban, annak valós esélye volt. Az elő volt készítve. Mert volt olyan, hogy nekem is azt mondták, hogy de mikor fog történni, amiről te beszéltél? És nagyon megszomorodtam, hogy, mert arra gondoltam, ezt nem mondtam ki, vagy talán ki is mondtam, nem tudom, nem emlékszem már, hogy miért, hogyha az emberek tömegessével nem halnak meg körülötted, valami hatalmas katasztrófa nem fog történni, amelynek következtében sokan elvesznek és meghalnak. Akkor te nem is akarsz Istenhez fordulni? Csak akkor, hogyha azelőtt több ezren meghalnak? És megmondom őszintén, elfogott egy undor. Egy undor magamtól, az embertől, a testi embertől, aki azt mondja, hogy te az igazság az, hogy nem olyan égető még a probléma, nem történt, nem nagy tűz, nagy katasztrófa, semmi olyan nem történt, hogy igazából nem sürgős Istenhez fordulni. Majd, ha valami történik itt a közelben, akkor majd hirtelen elkezdjük mondani a mi atyánkot. És akkor, amikor nekem ezt mondta az a személy, én annyira megszomorodtam, hogy tényleg úgy kétségbe vontam még Istent is, hogy vajon van-e értelme beszélni? Volt-e értelme annak, hogy kaptunk figyelmeztetéseket, kaptunk álmokat, kaptunk kijelentéseket, amiket megosztottunk, van-e értelme azt még közé tenni? És akkor, amikor engemet kérdőre vontak, hogy mikor fog az történni, amiről te beszéltél, akkor teljesen spontánul gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy mi van, ha pontosan nálad fog kezdődni? Mi van, hogyha nem Vráncsában fog kezdődni, Vráncsa megyében, meg Galac megyében, hanem Hargita megyében, Gyergyószentmiklóson, nálad fog kezdődni? Akkor mi van? És úgy történt, emberek. Nála kezdődött. Annál személynél kezdődött. A baj, a probléma, a tragédia. Úgyhogy mindenki döntse el, hogy akkor mi hazdozók vagyunk, mert amit mondott Ferenc, ugye a viharról az nem történt meg, vagy pedig egyszerűen Isten volt irgalmas és kegyelmes, mert ami megtörténhetett volna, és aminek valós esélye volt, tudományosan is ugye megállapítva valós esélye volt, az nem történt meg, mert Isten nem engedte, hogy megtörténjen, nem akarta, hogy még nagyobb csapást mérjen Romániára, hogy még többen elvesztenek, még többen otthon nélkül maradjanak. A kérdés az, hogy mi mit fogunk kezdeni ezzel, mit kezdünk ezzel. Kigunyoljuk azokat, akik bizonságtevők, mert teljes meggyőződésem, hogy a románok között is vannak bizonságtevők, akik figyelmeztetik a románokat, a román nemzetet, mint ahogy mi is figyelmeztetjük a magyar nemzetet, a magyarokat, a székelyeket. Kérdés az, hogy mit fognak tenni a laikusok, azok, akik kétkedve figyelik a mi szavainkat, a mi kijelentéseinket. Gonyolni fognak minket, hogy nem történt meg a vihar, amiről beszéltél, amiről beszéltünk, vagy pedig letérdelnek, és megköszönik a mindenható Istennek, hogy hála
a magasságos Istennek nem történt meg, és még van kegyelmi idő, még van lehetőségünk arra, hogy most, amíg nem késő, letérdeljünk, megalázzuk magunkat a Teremtőnk előtt, kérjünk tőle látást, hogy elsősorban meglássuk a bűneinket, hogy hogy éltünk, mint éltünk, mit halmoztunk a lelkünkben, mit nem kéne átvinni a túlvilágra, és megtérjünk a bűneinkből, és letegyük az életünket az Úr Jézus kezébe, az Úr Jézus keresztje elé, és kérjük a mindenható Istentől az újjászületés ajándékát. Mert amit mondhattam én a templomban, a katolikus templomokban, a baptista, mondjam azt, gyülekezetben, azt most is fenntartom, azt nem magamtól mondtam, aki nincs újjászületve, az nem fog kapni személyes figyelmeztetőt. Nem fog kapni személyes figyelmeztetőt. Tehát, hogyha valódi katasztrófa fog bekövetkezni, valóságosan megtörténik az ítélet, azelőtt nem lesz figyelmeztető. És aki a szakemberekben fog hinni, úgy fog járni, mint Romániában. Fölöslegesen evakuálják, vagy pedig, amikor valódi katasztrófa jön, amikor valódi veszély következik, akkor nem kapnak figyelmeztetőt. Mert Isten meg tudja csinálni a katasztrófát úgy is, hogy sem a meteorológusok, sem a szakemberek, sem a geológusok nem fogják tudni figyelmeztetni az embereket, mert semmit sem fognak észrevenni. Mert Jézus erről beszél a Máté evangéliumának a 21. részében. Le van írva a végidők jelei, és azt mondja, hogy mert mint ahogy Noé napjaiban történt, úgy fog történni a végidőkben is, az ítélet napján is. Az emberek esznek, isznak, mulatoznak, röhögnek a bizonságtevőkön, gúnyt űznek belőlük, hogy nem teljesült az, amit ők mondtak, és mulatoznak, lagziba mennek, házasodnak, és semmit sem fognak észrevenni abból, ami történni fog. Akkor, amikor Noé bement a bárkába, a legtöbben semmit nem vettek észre abból, hogy árvíz közeledik. Csak Noé, mert Noé lélekben volt, és ő hallotta a mindenható Istent. A kérdés az, hogy ma itt Székelyföldön, Magyarországon hány Noé van, akik lélekben vannak, akik újjá vannak születve, akik hallják a mindenható Istent, és tudni fogják a megfelelő időpontban, hogy mit kell cselekedni, hova kell menni, és mi az ő dolguk. Ez a kérdés. Egyébként itt azt írja Judit, hogy augusztus 20-ára is nagy vihart jósoltak, és azt, hogy elmarad a tűzijáték, aztán mégis megtartották. Ügyeljetek, emberek, akik minden figyelmeztetés ellenére szakemberekben hisznek, szakemberekben bíznak, azoknak számolniuk kell azzal, hogy az ítélet úgy fog bejönni az ő házukba, hogy nem lesznek felkészülve. Itt senki az ég adta világon nem lesz felkészülve a valódi veszélyre, a valódi ítéletre. Aki nem tért meg a bűneiből, aki nem fordult Istenhez, aki nem alázta meg magát a mindenható Isten előtt, aki nem számolt el a bűneivel, és aki nem kérte az újjászületés ajándékát. De nekem még csak annyit, hogyha az emberek hallanák Istennek a szavát, hogy a figyelmeztetéseket, mint én is, hogy állom által, hogy szedjem a cokmokot és menjek haza. Tehát, ha mindenki hallaná és szót fogadna, itt tudnának csodák történni. Teljesen biztos. Istenre fordítaná a tekintetét, és nem egymást nevetnők, röhögnők, hanem elhinnők is egyre többen osztanak meg a bizonságunkat. Így van. Így van. Amúgy ez teljesen egyértelmű volt egyébként, tehát
hogyha valódi vihar lett volna, valódi árvíz, akkor, és ezt Isten ugye tudta, ő látja, mert ő nincsen bekorlátozva az idővel, tehát ő azt is tudja, azt is látja, mi előttünk van. Ezért történik az, hogy néha, amit mondunk, az úgy történik, ahogy mondtuk. Mert Isten előre látta, hogy az fog történni, és szól az ő gyermekeinek, hogy jelentsék ki azt, amit tőle hallanak. Hogyha valódi vihar lett volna, vagyis megtörtént volna a vihar, és azt az Úristen látta volna, akkor teljesen biztos, hogy nem mondja azt, hogy te menjél haza egy olyan helyre, ahol sokkal inkább ki vagy szolgáltatva a viharnak, mint ott, ahol voltál. Így van-e? Ez biztos, hogy igen. És nem is voltak felhők, tehát én akkor sokszor utána elgondolkoztam, hogyha valóban vihar kellett volna jöjjön, az Isten azt mutatta volna, akkor az égen már láttam volna felhőket, de tiszta volt az ég, egyetlen felhő se volt rajta. Tehát azt jelentette, hogy ez a vihar nem fog megtörténni. És milyen durva, hogy teljesen biztos, hogy azért még lesznek előrejelzések szakmai szintről is. Tehát a meteorológusok, meg a különböző szakemberek, akik ugye előrejelezhetik valamennyire a katasztrófát, bármint tapasztaljuk és mint látjuk, általában a szakemberek inkább nem előrejelzést adnak, valós előrejelzést, hanem inkább utójelzést. Tehát Törökországban mi történt? Meghalt 50 ezer ember, és ott is inkább utójelzés volt, és nem előrejelzés. Tehát Törökországban konkrétan megtörtént az, hogy arra földrengésre senki nem volt felkészülve. Emberek, az ítéletre nem lehet felkészülni. Senki az ég adta világon nem tud felkészülni az ítéletre. Csak az, akit a mindenható Isten felkészít, és biztonságba helyez, hogyha neki úgy kedves. És nyilván ugye többen tudnak rólunk, rólad is ott, ahol élsz, többen ismernek, és feltétlenül többen követik a YouTube csatornádat is. Azok az emberek majd kell döntsenek afelől, hogy amikor lesz egy ilyen újabb előrejelzés a szakemberektől, a szakemberek részéről, és közben te is mondasz majd valamit, vagy mi is mondunk valamit, akkor kiben fognak hinni? A szakemberekben, akik ugye hát nem tudják, mint tapasztaljuk, nem tudják, nincs hatalmukban megvédeni az embereket. Tehát a szakemberek dolga az, hogy elhitessék az emberekkel, hogy a tudomány által, a tudományuk által, a szaktudásuk által, az emberi összefogás által meg tudják védeni az embereket. A politikusoknak szintén ez a dolguk, a vallási vezetőknek szintén ez a dolguk, hogy elhitessék az emberekkel, hogy meg tudják védeni őket. De a történelem, és ami történt mostanig, egyértelműen bebizonyította, hogy ember embert nem tud megvédeni. És mi történt Jeremiás idejében? Az történt, hogy ott is voltak szakemberek. A királynak voltak ilyen varázslói, hamis profétái szakemberei, akik mindig azt mondták, amit a király hallani akart. Tehát voltak hamis proféták, mint ahogy most is vannak hamis proféták, mert a szakemberek ilyen értelemben hamis proféták. Ők nem kaptak hatalmat Istentől arra, hogy megjövendőjék, lássák, előre lássák, hogy mi fog történni. Isten gyermekei kaptak erre elhívást is, és hatalmat is, hogy elmondják azt, amit Istentől kaptak, ami be fog teljesedni. Viszont az emberek nem fognak rájuk figyelni. Nincs új a nap alatt. A hitetlen nemzedék, e hitetlen nemzedék, e földhöz ragadt nemzedék, akinek az Istene a pénz, az uniós támogatás és a jólét és a testi élvezkedés nem fog Isten gyermekeire figyelni. Teljesen biztos. Jeremiás idejében nem figyeltek Jeremiásra. Jeremiás által szólt a mindenható Isten, hogy veszély közelek. Ők pedig nem hitték el, hogy északról jön a veszély, és nem délről. Nem hitték el. Gonyolták őt. És amikor jött a veszély, és nyilvánvalóvá vált, hogy amit Jeremiás mondott, az igaz, akkor hirtelen elővették Jeremiás, hogy Jeremiás, mit is mondtál, hogy akkor mit csináljunk, hogy térjünk meg? Azt mondja, nem. Így már nem kell megtérni. Akkor kellett volna megtérni, amikor én mondtam. Drága embertársak, kedves hallgató, kedves nézők,
akkor kellett volna megtérni, és akkor kell megtérni, amíg halljátok az élőistennek a hívó szavát. Amikor a veszély már a küszöbön van, ott már késő. Ijedtünk be megtérni, az Úristennek nincsen szüksége ilyen kényszer megtérőkre, akik csak azért akarnak megtérni, hogy megmentsék a testéletüket. Teljesen biztos. Egyiptomban mi történt, amikor jöttek ki a zsidók Egyiptomból, amikor Mózes kivezette őket Egyiptomból? Az történt, hogy azt mondta Mózes, hogy kenjék meg az ajtófélfát és a szemöldökfát vérrel. Vágják le a bárányt, és ne süssenek ugye kovászos kenyeret, hanem kovásztalan kenyeret, mert bármelyik percen menni kell. Legyenek készen, útra készen, és kenjék meg a szemöldökfát és az ajtófélfát a bárány vérével. És hát az történt, ugye ez az utolsó csapás előtt volt, amikor is az elsőszülöttek meghaltak. Tehát meghalt minden elsőszülött. Az állatok, a háziállatok elsőszülöttei, a fáraó elsőszülött gyermeke, és mindenkinek az elsőszülött gyermeke. Mindenkihez bement a pusztítás angyala, és megölte az elsőszülöttet. Kivéve azokhoz, ahol megvolt kenve a szemöldökfa, és a két ajtófélfa vérrel, a bárány vérével. A kérdés az, hogy a valódi veszélyt, a valódi veszedelmet, ami be fog következni, és amiről mi beszéltünk több hónapon keresztül immár, az mindenképp be fog következni. A kérdés az, hogy ma azt a veszélyt ki fogja megúszni. Kik fogják megúszni azt a veszélyt? Kik fogják tudni elkerülni Isten ítéletét? Mert elmondtuk többször, hogy emberek, ez nem egy szakmai dolog. Ami a Dunával történt, ami az Alpokban történt, az, hogy hirtelen lehavazott, akkor is röhögtek. Akkor is megnéztem a kommenteket, a Facebookon gunyoltak. Amikor beszéltünk, mert te kaptad azt az álmot, hogy karácsony lesz, és utána meg szilveszter, hirtelen karácsony. Röhögtek rajtunk, hogy miről beszélünk. Ugye te olyan álmot kaptál, hogy te készültél, vetted fel a síruhát és a síbakkancsot, de közben még adtál néhány figyelmeztetést az embertársaidnak. Ez most történik. Mi készülünk a térre, készülünk a téli szezonra, felvesszük a síruhát, és felvesszük a síbakkancsokot, de közben még adunk le figyelmeztetéseket embertársainknak. És sokan röhögnek, és akkor is röhögtek és gunyoltak, hogy miféle karácsonyról beszélünk. És rá két napra már a média is, a főáramú médiának a címlapokon úgy emlegették azt, ami történt Ausztriában, hogy karácsonyi hangulat van, hát hangulat hirtelen lehavazott. Tehát, és elmondtuk azt, hogy ami történt akkor a Dunával, és ami a havazás, a hirtelen havazás, meg esőzés, meg bármi is történt, a katasztrófa, ami történt, ez nem egy ilyen tudományos valami volt, egy ilyen tudományos kísérlet emberek, hanem ez Istennek az ítélete volt. De mint utóbb kiderült, ez úgy igazából Istennek a figyelmeztető ítélete volt. Nem a végrehajtó ítélete, ami által megölhetett volna több száz, több ezer embert, hanem ez egy ilyen figyelmeztető ítélet volt. Aminek következtében némelyek elveszették az otthonukat, autójukat, de igazi nagy probléma nem történt. Volt néhány elhalálozás, de olyan hatalmas probléma nem történt, mint Szodoma és Gomorra esetében. Történhetett volna, de Isten kegyelmes volt, és nem akarta. Tehát teljesen egyértelmű emberek, hogy ami történik, ez az, ami megvan írva a Jelenések könyvében, hogy Istennek az ítélete, és amiről beszéltem én a templomban, a katolikus templomban, és azt is kiröhögték, és gúnyolták, hogy egy drogos bement a katolikus templomba, és megesztette az embereket. Nem, hogy drogot fogyasztottam volna, még ételt sem fogyasztottam. Engemet a mindenható Isten akkor bőtben tartott, hosszabb időn keresztül, több héten keresztül. Hogy készüljek fel erre. Akkor is kigunyoltak, és akkor is a nevetség tárgyává tették Istennek a figyelmeztetését. És akkor is elmondtam, hogy ügyeljetek, mert következik Istennek az ítélete. És Jézus nem úgy fog jönni, mint a betlehemi kis Jézuska, hanem mint a Jelenések könyvének a Jézusa, mint ítélet. És most is erről beszélünk, hogy az ítélet közel van. Az ítélet nagyon közel van. Tehát ami történt Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában is,
az valójában ítélet volt. Persze ez nem csak nálunk történt, hanem az amerikai kontinensen is, Kínában is, és mindenhol történt. Emberek, ez nem egy tudományos valami baki, vagy mit tudom, egy ilyen tudományos emberi kísérlet, és ez nem a chemtrail miatt van, nem a HARP miatt van, hanem ez az élő Istennek az ítélete. Az ítélet azokon, ahogy mondja az írás, hogy eljön Jézus ítélni élőket és holtakat. De nem úgy jön el, mint ahogy mi várjuk, hanem úgy, mint ítélet. Katasztrófák, természeti katasztrófák formájában és különböző formában. Tehát emberek, ítélet alatt van az egész világ. Ítélet alatt van Románia, ítélet alatt van Magyarország. A kérdés még egyszer, kik tudják elkerülni az ítéletet? Ugyanúgy lesz emberek most is, mint Mózes idejében, amikor a zsidókot kihozta Egyiptomból, ahol a szemöldök fa és a két ajtófélfa meg lesz kenve a bárány vérével. Azok az emberek megmenekülnek. Azok az emberek éppen úgy, mint Lót, hallani fogják a mindenható Istentől, hogy mit kell tenni, mi a teendő, hova menjenek, mit cselekedjenek. De hogyha a két ajtófélfa és a szemöldök fa nem lesz megkenve a bárány vérével, azok az emberek a tudósokra fognak figyelni, mint a Covid időben, ahogy történt, és el fognak veszni. A Covid időszakban is az történt, hogy az emberek a tudósokra figyeltek, a celebekre figyeltek, az énekesekre, politikai, vallási vezetőkre figyeltek, és sokan el vannak temetve. Akik a szakemberekre, a varázslókra figyeltek, el vannak temetve. Most is ugyanezt fog történni, de sokkal durvább lesz. Mi a jelentése annak, hogy a szemöldök fa és a két ajtófélfa meg van kenve a bárány vérével? Itt már nem arról a bárányról van szó, mint az Ószövetségben, a tulajdonképpeni bárány, hanem itt a szeplőtelen bárányról van szó, az Úr Jézusról van szó, mert róla mondja a Biblia, hogy ő a tiszta, szeplőtelen bárány. És az ő vére nem más, mint az ő szava, az ő tanítása. És a szemöldök fa az nem más, mint az embernek a homloka. Ez a szemöldök fa. És a két ajtófélfa az nem más, mint a két karunk, amivel végrehajtjuk azt, amit gondolunk. Hogyha nincsen megkenve az embernek a homloka, és a két karja a bárány vérével, Jézus Krisztus vérével, akkor az ember, ahhoz az emberhez be fog menni a pusztítás angyala. Ez fog történni. Megkenni a szemöldökfát és a két ajtófélfát, tehát a homlokunkat és a két karunkat a bárány vérével, azt jelenti, amit mond Jézus. Azt mondja, hogy aki issza az én véremet és eszi az én testemet, nem hal meg soha. Az védelem alatt van. Megkenni a homlokunkat a bárány vérével, Jézusnak a vérével azt jelenti, hogy megismerni az ő szavait. Megkenni a két karunkat a bárány vérével azt jelenti, hogy azt cselekedni, amit ő mond. Aki megismeri az ő szavait, aki meglátja a bűneit, kér Istentől látást, szembesítést a bűneivel, és őszintén megbánja azokat, és meg lesz tisztítva, meg lesz mosva a bárány vérével jelképesen, Jézus szavai által megkapja a bűnök bocsánatát. Újjászületik. Az ember megmenekül. Annak az embernek meg lesz kenve a homloka a bárány vérével, ami azt jelenti, hogy ismerni fogja az igazságot. És aki ismerni fogja az igazságot, nem fog hinni a szakembereknek, nem fog hinni a politikusoknak, nem fog hinni a vallásvezetőknek, mert hallani fogja a mindenható Istent, a Szent Lelket. És a Szent Lélek őt vezetni fogja, meg fogja neki mutatni, hogy mit kell cselekedni. Ezt jelenti megkenni a homlokunkat, ugye a szemöldökfát, és a két karunkat, vagy a két ajtófélfát a bárány vérével. Mert aki nem keni meg a homlokát a bárány vérével, tehát nem ismeri meg Jézus szavait, és nem azt cselekszi, amit Isten mond neki, annak mivel lesz megkönve a homloka és a két keze? A fenevad bélyegével. A fenevad bélyegével. Mi a fenevad bélyege? Többször beszélhettünk erről, Isten kegyelme által.
Azt mondja Jézus, hogy az emberek a fenevad képe által, ugye, a fenevad szája által, akik hisznek a fenevad képének, a fenevad szájának, fel fogják venni a fenevad bélyegét. Hova? Hát a szemöldök fára, és az ajtófél fára. Azt mondja Jézus Jelenése könyvében, hogy a fenevad bélyege hol lesz? Az emberek homlokán, és az emberek kezén. Ennek a jelentése az, hogy az emberek hinni fognak a hazugságnak. A fenevad képe az nem más, mint a televízió, a telefon, a képernyők, amelyeken keresztül a fenevad beszél az emberekhez. A szakemberek beszélnek az emberekhez. A vezetők, a celebek beszélnek az emberekhez. A Covid-ban mi történt, emberek? A Covid-ban az történt, hogy sokan felvették a fenevad bélyegét. Úgy, hogy hallgatták a híreket, hittek a tudósoknak, a professzoroknak, az előjáróknak, a vallásvezetőknek, a politikai vezetőknek, és azt cselekedték, amit ők mondtak. Tehát elmentek oltatni. És sokan, akik elmentek oltatni, el vannak temetve. Némelyeknek a mindenható Isten megkönyörült, és nem haltak meg. És némelyek még meg is menekültek. Mert megkapták az élet pecsétjét a homlokukra, s a kezükre. Aki nem kapta meg az élet pecsétjét az ő homlokára, az ő gondolkodására és a két kezére, az fel fogja venni a fenevad bélyegét, és menthetetlenné teszi magát. Ez fog történni, emberek. Közben itt Norbi írja, hogy nemrég volt egy álmom, meg is osztottam. Egy utcában voltam, ami egy erősen emelkedős utca volt. Hatalmas víztömeg jött, és felfelé folyt a víz az utcán. Riasztottam az embereket, de nem hallgattak rám. Ránk is csak addig hallgattak, kedves Norbi, amíg egyet röhöghettek azon, amit mi mondtunk. És tudom, hogy némelyek, akik hallották a kiáltó szót, és kigonyoltak minket, és röhögtek rajtunk, már el vannak temetve. Némelyek el vannak már temetve. Mert viccesnek találták azt, amit mi mondtunk. De én ennek nagyon örülök tényleg, hogy Isten megadta a választ, hogy miért nem lett özönvíz, tehát miért nem lettek a felhőszakadások. Tehát a viharról megjött a válasz, aminek nagyon örvendek. Isten kegyelmezzen nekünk, Ferenc, mert az, ami jön, az jobb is, hogy nem látjuk. Tehát jobb is, úgy, ahogy erre nem készültünk fel, erre a beszélgetésre, arra se készüljünk fel, egyszerűen csak csináljuk azt, amit Isten mond. Végezzük a dolgunkat, mert nekem Isten megmutatta azt, hogy bármi is lesz, mert elképzelhető, hogy némelyeket haza fog vinni a mindenható Isten. De nekem megmutatta, hogy a legtöbben, akik az ő gyermekei, észre sem fogják venni, hogy átköltöztek ebből a világból a másik világba. Úgyhogy nem kell aggódni egyáltalán semmiért. Hát inkább van legyen, mint hogy itt ragadni ebbe a világba. Isten őrizzen meg. Az igazság az, hogy a zombi világban én sem akarok ragadni egyáltalán. Amennyiben úgy Isten úgy látja, hogy van értelme, hogy maradjunk, tehát hogy még beszéljünk és bizonságot tegyünk, mert lesz akinek, lesz, aki fel fog ébredni, akkor nyilván van értelme maradni. De másképp nincs értelme, az teljesen biztos. Ezt senki nem fogja beharangozni, Ferenc, az teljesen biztos. Lehet, hogy még mi sem kapunk erre elhívást, hogy beharangozzuk. Mi arra kaptunk elhívást, hogy azt harangozzuk be, ami eljövendő. Hogy harangozzuk be, hogy Isten még kegyelmes és megbocsájt a megtérő bűnösnek. Mi ezt kell megcselekedjük. Tehát Isten ítéletét nem kerülheti el senki. Aki nem akar megtérni a bűneiből, azt senki nem kerülheti el. Teljesen biztos, az Úristen minket nem fog arra felhatalmazni, hogy beharangozzuk a valódi vihart, és hogy a bűnös embereket megmentjük, mert Isten sem akarja megmenteni azokat, akik ragaszkodnak a sötétséghez, a hazugsághoz, a bűnhöz.
Tehát nem lesz beharangozás azok számára, akik hallották a beharangozást, amit te is mondhattál a YouTube-on és élőben is, és amiről a bizonságtevők beszéltek, hogy van megtérés, van újjászületés. Akik hallották ezt a beharangozást, de nem érdekelte őket, azok számára nem lesz más beharangozás. Nem lesz egy újabb figyelmeztető a katasztrófa előtt, hogy akkor most meneküljenek ki onnét. Mert az ítélet az meg kell történjen. Az ítélet meg kell történjen. Azokon, akiknek nem kell az élő Isten szava. Ez maga az ítélet. Ez maga a szétválaszolás és az ítélet. Tehát én senkit nem menthetek meg abban az órában, csak azokat, akik már amúgy is döntöttek a mindenható Isten szava mellett. Hát igen, olyan dolgok vannak, látod, erre nehéz felkészülni. Tehát ahogy kapjuk, úgy adjuk, úgy valahogy úgy átfolyik rajtam is, hogy szinte, mintha hónap már nem is emlékeznék az egészre. Tehát valahogy olyan megerősödés van benne. Úgyhogy nem tesz úgy felfúvalkodottá, hogy na most már ilyen nagy álmokat kapok, hogy ehhez hasonló. Tehát én csak teszem azt, amire meg vagyok kérve. Hogy mi lesz hónap, hogy milyen álmot kapok az éjszaka, az már aztán tényleg az Isten tudja, én nem tudhatom. Nekünk csak az a feladatunk, amit kapunk, azt adjuk. Így van. Amúgy ez maga a szabadság is, tehát a mi szabadságunk, hogy nem kell gondolkozunk azon, hogy mit fogunk mondani, mit kell megosszunk. Mert Isten nem kér sem többet, sem kevesebbet annál, amit adott nekünk. És ahogy mondta Jézus, nem kell aggódnunk, hogy mit fogunk mondani, mert úgysem mi fogunk szólni, hanem az Atyánk lelke fog szólni mi általunk. Emberi módon, emberi hangon, de nem mi mondjuk azt, amit mondunk, amit mondhatunk, azt nem mi mondjuk. Még úgy sem, hogyha néha valamilyen mértékben belekerül a mi gyalóságunk, a mi beszédünkbe. Dicsőség az Atyának, hogy beszélhettünk is. Hála ezt Istennek. Megoszthattuk embertársainkkal. Tényleg te szívemből kívánom, hogy fordítsa mindenható Isten mindenkinek a lelkiépülésére, és minél több ember meneküljön meg azáltal. Úgy legyen. A kérdés az, kedves hallgatók, kedves nézők, hogy mivel van megkenve a te szemöldökfát és a te ajtófélfát? Mivel van megkenve te homlokot, a te gondolkodásod és a két kezet? A bárány vérével, vagy pedig a sátán vérével? Mit vettél be a te fejedbe? Kinek a szavát? A mindenható Isten szavát, Jézus Krisztus által? Vagy pedig a szakemberek szavát, akiknek nincs hatalmukban megmenteni téged. Azt mondja mindenható Isten Pál apostol által, hogy amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, és ez profétikusan ugye történik, Orbán Viktor által is, mert ő ezzel kampányolt, ő olyan dologgal kampányolt, amit ő nem tud megadni az embereknek. Senki emberfia nem tudja megadni az embereknek sem a békességet, sem a biztonságot. Tehát ugye ő istenné megváltóvá tette magát, messiást játszik. Azt mondja mindenható Isten Pál apostol által, hogy amikor azt mondják a vezetők, az előjárók, hogy békesség és biztonság, na akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja mindenható Isten. Amikor az igazi veszély jön, drága embertársak, nem lesz figyelmeztetés. Sem a szakemberektől, sem a meteorológusoktól, sem a papoktól, sem a politikusoktól. Ott nem lesz senki. Csak az ítélet és te. A kérdés az, hogy a te homlokod és a te két kezed mivel van megkenve. Kinek hiszel és mit cselekszel? Találkoztál az élő Istennel? Megbántad a bűneidet? Szembesültél-e? Újjá vagy-e születve? Hallod-e az ő hangját? Biztonságban van-e a te életed, a te családod élete? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.